A rövid kitérő után már itt is vagyunk, és folytatjuk, vagy ha úgy tetszik, kezdjük a mai Color Live-ot. Ahogy említettem is, az első vendégeim Kárpáti László, a VRC Kazincbarcika elnöke, és Szabó Dávid, a csapatkapitány. Üdvözlet, köszöntelek titeket. Hogyha tegeződhetünk, tegeződhetünk? Természetesen, és üdvözöljük mi is a Color TV nézőit. Mi meg már tegeződtünk szerintem a múltkor is, tehát ezzel nem lesz nagyon nagy probléma. No, hát átolvastam én is az információt a meccsről, ami hát egyesek szerint nagyon drámai volt, de mindenképpen nagyon jó. A ti szempontotokból mindenképpen, hiszen akkor 12 év után újra bajnokok vagytok. Hát igen, hál' Istennek sikerült itthon behúzni ezt a döntőt, hát nagyon-nagyon boldogok vagyunk, azért 12 év az nagyon-nagyon hosszú idő, és talán így még egy kicsit édesebb lett a győzelem, hogy azért egy 3-2-es, egy tényleg drámai csatába le tudtuk győzni ezt a Kaposvárt, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült itthon behúzni ezt a döntőt. Milyen esélyek voltak így a meccs előtt? Mennyi sanszot adott volna a csapatnak? Hát nyilván sokat, de úgy reálisan. Tulajdonképpen, ha végig gondoljuk az elmúlt bajnoki évnek a teljesítményét, mérkőzéseknek a statisztikáit, akkor azt is lehet mondani, hogy kötelező volt a győzelem. Ennek ellenére, vagy ettől függetlenül is azért elég tényleg drámaira sikerült a befejezés. Én szokásos 50-52-es púzusom is vélhetően 60 fölé emelkedett. Ettől függetlenül a utolsó percig bíztam a fiúkban, bíztam a sikerben, mert a elvégzett munkának meg kellett, hogy legyen a gyümölcse, és mindenféleképpen nagyon jó és nagyon boldogok vagyunk, hogy mindez Kazincbarcikán történt meg. Tehát végre lehetőség volt arra, hogy együtt és ünnepeljünk, és megemlékezzünk arról, hogy valóban 12 éve nyertünk utoljára magyar bajnokságot, és 14 éve annak, hogy kettős győzelmet alattunk, mert 2004-ben mind a bajnokságot, mind a kupát megnyertük, ebben az évben ez is sikerült, tehát minden okunk megvan arra, hogy boldogok és elégedettek lehessünk, viszont semmiképpen nem dőlhetünk hátra. Hát ez egy fontos dolog. A hazai pálya előnye azért azt gondolom, akkor hozzátette a dologhoz. Hát természetesen azért néha-néha szerintem a játékosok kitekintettek a leláltóra, és azért kisebb túlzásra még a Csilláron is lógtak az emberek. Persze azért ez nekünk egy nagy löketet adott, hogy ennyi ember előtt itthon tudtunk egy ilyen meccset játszani. A nézőket szerintem ki tudtuk szolgálni ezzel a drámai meccsel, saját magunkat is egy kicsit. A vezetőedzők mennyire? Mert a vezetőedző azt mondta, hogy hát nem játszottunk jól, de végül is nyertünk. Tehát ő egy ilyen, egyik hát szemes ír a másik nevet? Hát ilyenkor azért egy döntő sorozatban, amikor két naponta meccs van, vagy három naponta meccs van, ideutazások, odautazások, ez azért nagyon megterheli a szervezetet. Itt úgy gondolom, hogy a fizikális különbségek azért elmúlnak a csapatok között, és itt már csak teljesen mentálisan, hogy ki bír tovább koncentrálni, ahogy látszik a negyedik meccsen pont annyi döntött, hogy talán egy picivel mi többet tudtunk, vagy jobban tudtunk koncentrálni. Uh-huh. És akkor ez megint csak köszönhető volt annak, hogy spanolt titeket akár a közeg, ahol játszottatok. Természetesen minden benne van, és ezután is szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy bíztattak minket. De hát ez így is, eddig is így volt, gondolom, csak most nyilván hatványozottan, hiszen ez tét meccs volt, tehát itt azért volt egy erős tét. Hát persze. Ezt a szurkoló is érzi. Ez egy olyan, mondhatni, egy olyan extra nap volt számunkra is. Azért, mert aki kint volt a meccsen, az tudja, hogy milyen fergeteges hangulat volt kint, és azt azért a pályán is érezzük, mi is játékosok. Igen. Ugye mondta ön is az előbb, meg még a adás előtt is beszélgettük, hogy jó a siker, meg örülünk, meg ez most is elhangzott, de hát azért ez egy édes teher, hiszen rengeteg minden jár vele. Pont azt mondtam, vagy pedzegettem én is még a beszélgetés előtt, hogy ahhoz képest, hogy itt örömítos arcokat kéne látni, mindenki nagyon fáradt, de hát nyilván ennek is megvan az oka. Megvan, mert végül is azzal, hogy bajnokságot nyertünk, az év nem ért véget. Másrészt pedig mihelyt egy kicsit helyre jöttünk másnap, tehát a vasárnapi ebéd után, azon túlmenően, hogy le kell zárni tisztességesen az évet, de tovább kell dolgozni a következő évad előkészítésén, és azt sem kell elfelejteni, hogy legalább ilyen nagy feladat az, hogy végre nekilássunk a régóta várt otthonunk a regionális központ megépítéséhez. Ez is most per pillanat plusz feladatokat ró még ránk,
és egyetlen egy gondolattal szeretnék még a Dávid által elmondottakra reagálni, vagy azt tovább folytatni. Tehát mindenképpen ez a négy felvonásos dráma azért egyéb tanulságokkal is szolgált, amit a jövőre nézve majd meg kell fontolni. A Kaposvár ezen a negyedik meccsen játszott messze a legjobban, és ez a statisztikákból is kiderül, és annak egyik oka azért az is volt, hogy ők az utolsó 3-4 napban kizárólag erre a mérkőzésre koncentráltak, tehát semmi nem vont el a figyelmüket. És ennek azon túlmenően, hogy mind a két meccset, tehát a harmadik és a negyedik meccset Barcikán játszottunk, megvolt némi előnye, és ezt mi kihasználtuk, de a Kaposvár is élt a lehetőséggel, mert ő ez alatt a 3-4 nap alatt ideális körülmények között csak a mérkőzésre koncentrált. A harmadik napon ez még, mérkőzés napon ez abszolút nem jött elő, de a negyedik napon viszont sikerült neki maximumot nyújtani. Az egy másik kérdés, hogy ami bennünk volt, az a plusz mind a játéktudásban, mind a játéktapasztalatban, és nyilván mentálisan ez kijött, és ha szorosan is, de sikerült elhódítani a bajnokságot. De akkor ebből mi a tanulság, hogy legközelebb nekik is rá kéne pihenni egy ilyen meccsre? Ha van rá lehetőség? Nem rá kéne pihenni, nem a rápihenésről van szó, hanem többet kellene együtt lenni a mérkőzés előtt, és hosszabb ideig kellene csak a mérkőzésre koncentrálni, mert azt a pluszt, amit ebben az esetben össze lehet gyűjteni, azt az összetartáson lehet összegyűjteni. Egyébként látszik is az, hogy annak ellenére, hogy éles mérkőzés volt a második mérkőzés, mert mindenképpen nyerni kellett Kaposváron, azzal, hogy előtte lementünk, ott gyakorlatilag két edzést tudtunk csinálni, az alatt a 24 órában mindenki csak erre a mérkőzésre készült. Az egy más kérdés, hogy ennél több is kell, de ezeknek az előnyeit ezt mindenféleképpen célszerű a jövőbe jobban kihasználni. Ez a készülés, ez gondolom többféle készülést jelent, akár fizikai, akár mentális, vagy akár tanulmányozni picit az ellenfél játékát? Ez egy ilyen többsíkú felkészülés? Ilyenkor fizikális felkészülés annyira nincs. Ilyenkor edzéseken ilyen alapdolgokat, nyitás-nyitás fogadásokat, taktikákat beszélünk, inkább a mentális része az, ami fontos, plusz a taktika, a videózások, elemzések, hogy azok meglegyenek, de én úgy vélem, hogy inkább a mentális része, hogy a csapat hogy tud felkészülni egy bizonyos meccsre, hogy az edző mennyire tudja felkészíteni a játékosokat arra a bizonyos meccsre. Nekünk, hál' Istennek ez sikerült, mert én úgy vélem, hogy egész szezonban azért a mi csapatunk azért úgy tudott működni, mint egy csapat. Szóval, hogyha valakinek például nem ment a kezdő hat közül, akkor a többi öt azt vissza tudta rántani abban a ritmusban, ahol mi tudunk játszani, úgyhogy tényleg még a csapat előtt is le a kalappal, hogy végigküzdötték ezt az egész évet, és úgy, ahogy végigküzdötték ezt az egész évet. Ez a mentális felkészülés dolog érdekes, nem csak sportban, akár az emberek mindennapi életében, vagy magánéletben is, mert ugye azt mondják, hogy minden fejben dől el. Hát ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor minden sportoló akár azt mondja, hogy nyerünk, kész. De hát minden sportoló ezt mondja, tehát egyszerűen nem tudnak ketten nyerni. Tehát valaki mégis jobban készül mentálisan. Hogy lehet edzeni akkor mentálisan? Vagy mivel tudod magad mentálisan olyan szintre hozni, hogy tényleg nem tudom, ide nekem az oroszlánt. Hát én személy szerint úgy vagyok vele, hogy ilyenkor, mint a lovak, én így a szemellenzőt felveszem, és akkor csak a meccsre koncentrálni, nem tudom, egy nappal előtte, hogy kéne ezt csinálni, mit kéne csinálni, oda megyek a csapattársakhoz, lehet, hogy ezt egy kicsit a védekezést el kéne tolni, a blokkunkat kellene, úgyhogy ilyenkor azért meccs előtt azért folyamatosan szinte csak a következő meccs jár az eszünkbe. Igen, de ez megint inkább taktika, amikor ugye megbeszéljük, hogy mi legyen a blokkal, vagy mi legyen a bármivel, de mivel spanolod, mivel nem tudom, tréningezed magad mentálisan, mi vagyunk a jobbak, megmutatjuk, nem, most csak kíváncsi vagyok, tényleg, hát ilyen azért a szezonbeli teljesítményünk miatt azért volt olyan momentum, amikor azt mondtuk még a meccs alatt is, hogy gyerekek, jobbak vagyunk, meg lehet ezt csinálni. Úgyhogy ez meg tudták a játékosok is, hogy jobbak vagyunk, csak azért a fáradtsági faktor azért már itt annyira beleszámolt, hogy jött egy kis hiba, ami eddig nem volt, jöttek egy-két koncentráció egy kicsit, igen, és akkor kell még talán egy pluszt odaadni a játékosoknak, hogy feltüzelni őket, hogy abban a kis momentumban, hogy gyerünk fiúk, gyerünk, csak egy labdát fogjunk meg, csak azt az egy labdát üssük be, és akkor így mentünk pontról pontra végül is azért. Igen, hát hogyha ugye amerikai sportfilmeket nézünk, ott mindig jön az edző,
hogy legyen az bárki, de általában az edző, és akkor mindig mond valami rettentő, hogy a beszédet, és akkor kimegy a csapat, és akkor megnyerik, mert ők annyira fellettek ezzel készítve. Ez így a valóságban is létezik, vagy ez csak az amerikai sportfilmekben működik? Hát szerintem még a Európában annyira azért ez nincs meg, de attól függetlenül például az a szombati meccs előtt láttam a játékosoknak a szemén, hogy annyira tűzben égnek, ilyen vérszemet kaptak, lehet így mondani, hogy igazából beszédet nekik ott nem kellett mondani, mert tudtuk, hogy kimegyünk a pályára, és akkor tényleg ami a csövön kifér 100%-on, 120%-on muszáj volt pörögni. Na hát, meg is lett az eredménye. És akkor az eredmény után ugye erős volt már szó, hogy hát az élet nem áll meg, tehát akkor tovább kell haladni. Tovább kell haladni, és nyilván a csapatnak a gerince megvan, megmarad, sikerült az elmúlt években úgy összeválogatni a játékosokat, hazahívni a máshol és külföldön játszó hazai játékosainkat, és a csapat összeállításnál vagy összerakásánál nyilván arra is kellett figyelni, mint hogy nincs két egyforma ember, nincsenek egyforma fizikai paraméterrel rendelkező emberek, de arra is nagyon kellett figyelni, hogy az sem lényegtelen, hogy fejben mentálisan ki mennyire erős, mennyire jó versenyző típus, és ilyen szempontból nem rossz összetételű a mostani barcikai társaság. Tehát a csapatnak a gerincét, nem csak a gerincét, hanem a döntő részét mindenféleképpen meg kell tartani, és meg is akarjuk tartani, és arra az egy-két helyre, ahol látjuk, hogy kiegészítésre, pótlásra, netalántán erősítésre szorul a társaság és a csapat körül dolgozó menedzsment, oda kell új embereket, friss vért, friss mentalitást igazolni, olyanokat, akikkel erősödik a csapatunk, már csak azért is, mert nyilván itt nem szeretnénk megállni. Egyrészt tartósan ott akarunk maradni a magyar bajnokság élvonalába, tehát hosszú éveken szeretnénk az első helyért küzdeni, sőt, ha már küzdünk, akkor nyerni is. Másrészt pedig azzal, hogy 3 évvel ezelőtt elindultunk a nemzetközi porondon is, először csak a tapasztalatszerzésnek a reményével, tavaly már voltak figyelemre méltó eredményeink, ezek közül egyet emelek ki, amikor idegenben legyőztük a tavalyi szlovák bajnokot, a Nyitrának a csapatát. A következő évben azon túlmenően, hogy a közép-európai ligában is eredményesen szeretnénk szerepelni, eredményesebben, mint tavaly, meg fogjuk célozni a legmagasabb európai kupát. Nyilván ott a feltételeknek a tisztázása még hátra van, és az se lesz túlságosan nagy probléma, mert vérmes reményeink az elején nem lehetnek, hogy nagyon messzire fogunk jutni, de még akkor mindig ott van a második számú európai kupa, ahol folytathatjuk a szereplésünket, és hogyha visszagondolunk arra, hogy a korábbi sikerkorszakban volt olyan időszak, hogy európai élcsapataival is küzdhettünk, Dávidnak még vannak erről emlékei, akár a Benficát, akár a Sporting Lisszabont mondom, akik azért ott voltak, de az első sikerünket, az Appendornak a legyőzését 3 olimpiai bajnokkal, tehát ezek mind olyan eredmények voltak, amire felfigyelt a európai sportszerető vagy röplabdát szerető közvélemény, na ilyeneket szeretnénk az elkövetkezendő években produkálni. Uh-huh. És erre készülünk, és ehhez igyekszünk megteremteni a feltételeket. Ez jól hangzik, bár elmondva is nagyon hosszú volt, és sok minden volt benne. Nem tudom, akkor így sportolói vagy csapattak szemben ez mennyire tűnik most inkább félelmetesnek, vagy ez inkább egy ilyen várt kihívás? Ez a sok minden, amit elmondtam. Inkább várt. De azért még tisztában kell lenni azzal, hogy azért a Európa krémjétől azért még ez a csapat azért szerintem egy kicsit messze van. Attól függetlenül egy 3-4, esetleg egy 5 éves időszakban, hogy szépen fel lehessen építeni a klubot és mint a játékosokat, én már egy reális célt látok arra, hogy ez a Vegyészröplabda klub talán le tudja rakni majd a névjegyét egy komolyabb nemzetközi sorozatban, mint legyen az egy CEF kupa, vagy egy Challenge kupa, vagy hogyha Isten is velünk van, akkor egy Bajnokok Ligája főtáblájára följutni. De ehhez rengeteg munka kell, ehhez jó játékosok kellenek, edzők kellenek, stáb, háttérmunka, szóval ez egy gyerünk. Pénz és így tovább. Ez azért igen, nagy munka. Közbevetőleg. Igen, egyet szeretnék hozzátenni, hogy nem kellett sokáig várni az összehasonlításra.
mert a bajnoki döntő után, másnap délután én megnéztem a Bajnokok Ligája döntőjét a televízión. Nem keseredtem el, mert tisztában voltam vele, hogy mi a különbség Európa két legjobb röplabda csapata és a mi döntőnk színvonala között. Körülbelül ezt vártam. Nyilván tudjuk, hogy messze még ez a távolság. Azt is tudjuk, hogy nagy valószínűséggel, vagy én legalábbis tudom, hogy az én életemben ezt nem fogjuk elérni, de minden esetre törekedni kell rá, hogy minél közelebb kerüljünk. És azt azért mindenki tudja, aki mélyebben foglalkozik a röplabdával, hogy ma Magyarországon, és nem csak Magyarországról van szó, Európában legköltséghatékonyabban eredményt röplabdába lehet elérni. Hát ez jó, viszont ez biztató, meg úgy egyébként szerintem az egész dolog, meg a hozzáállás biztató, és hát hogyha egy 3-4 évről volt szó, hogy ott már valamilyen ilyen típusú eredmény megvillanjon, vagy legalábbis oda kerülni a közelébe, azért az nem egy annyira nagyon hosszú távú terv, az még egy belátható, azt meg úgy egy ember szerintem simán rá tudja magát szenni, hogy oké, akkor 4 évig beleteszem, és akkor meglátjuk, hogy mi az eredmény. Hát reméljük megjön az eredmény, mint ahogy most megjött. Ehhez gratulunk még egyszer, és akkor köszönjük a beszélgetést. Köszönjük szépen.